Nem figyeltem, elnézést az órát, ez annyira érdekes volt. 10-ből 10-szer, 10-ből 10-szer. Figyelj, az izéről akartam egy kicsit beszélni, erről a kultúrharcról, ami így elkezdődött Magyarországon, hogy sokáig ez azért nem volt, békén hagyták a kultúrát úgy nagyjából, tehát az intézményeket annyira nem bántották, de most már oda is elértek szerint, én legalábbis én kiváló úgy látom, hogy én most a színház és film összetértem. Aztán előtte ugye a színházak, akkor a Nemzeti Színház, akkor az irodalom, stb. És azt látom, hogy ebben, mintha ilyen nagyobb szerepet kapnának az ilyen elcsatolt országrészekből származó ilyen művészek, vagy nem tudom, emberek. Hogy ez vajon része a koncepciónak, hogy ők jönnek a forrástól, így, vagy ők még ilyen tisztábbak valamilyen szempontból, és azért lennének jobb vezetők így a kultúrában, vagy ez csak véletlen, és ez inkább, nem tudom, ők ambiciolják ezt. Ugye nem látunk a döntéshozó fejébe, hogy ebben volt-e koncepció, de annyira ismétlődik azért ez a helyzet, hogy fura lenne, hogyha nem lenne, és hogy mondjuk egy Orbán Viktor szemszögéből nézve teljesen racionális is, hogy olyan figurákat hozzon vezető pozícióba Budapestre, akiknek igazából Budapesten se kutyájuk, se macskájuk, tehát hogy ha úgy veszem, akkor nyugodtan szét tudnak csapni a megalvas struktúrákat, szét tudják verni, mert nem nagyon érdekli őket, hogy ki mit fog szólni hozzá, hiszen azokkal nem együtt nőttek föl, nem egy egyetemre jártak, tehát hogy nincsenek benne úgy igazán, és így ebből a szempontból tök racionális, hogyha így hatalompolitikailag nézett, hogy rájuk bizott. Erre másrészt, nem gondoltam, ebben lehet valami. Aha. Másrészt szerintem az is, tehát hogyha ugye valaki ezért eljön, vagy már itt van, de alapvetően a határon túliak nagy része azért alapvetően tökérthető módon Fidesz szavazó, és erre minden okuk megvan, hogy az legyen. Tehát, hogy maga a közeg is olyan, hogy egy ilyen biztonságos közeg, és hogyha ilyen embereket sikerül megnyerned, magyar miniszterelnöket, és ilyeneket nevezel ki, akkor hát ők csak tőled fognak függni. Uh-huh. Tehát, hogy igazából te vagy, akitől a hatalmukat kapják, és ezt tisztában is vannak, hát ki más lenne, nem alulról a budapesti akármiből növögetnek ki, mert mondjuk kinövögettek, mint a Szilárdék Orbán János Dénessel Kolozsváron, ők alulról kinövögettek tök szépen, tehát hogy ők megcsináltak a helyi ilyen fiatal, progresszív, kulturális életet Kolozsváron annak idején, de mégsem így, tehát hogy azért az mégis, az nem Magyarország az a város, azt nagyon sajnálom, hogy nem Magyarország az a város, mert annyira szeretem Kolozsvárt, hogy nagyon, de hogy ők azt ott megcsinálták, csak nem itt. És itt viszont nyilvánvaló, hogy addig van bármilyen beleszólásuk bármiben, amíg Orbán Viktor azt gondolja, hogy azért nincs nagyon hátország, meg ilyesmi. Nyilván ezt most megpróbál kiépíteni, de hát látjuk, hogy én például láttam, hogy még az ottani erdélyi barátokat, bizalmasokat, stb. Hozzák át, és helyezik még ilyen meg olyan pozícióba, ami érthető, mert nyilván ki a fenébe bíznának, mint akit ismernek. De ettől függetlenül nincs meg itt ez a helyi nagy beágyazottság. És azért. Úgyhogy én ezt racionálisnak tartom ebből a szempontból. Azt nagyon sajnálnám egyébként, hogyha emiatt az erdélyiekre, vagy a kárpátaljaiakra, mondjuk Vinyánszky Attila miatt valamilyen árny vetülne, és elindulna egy ilyen anti-erdélyi hangulat Magyarországon, Budapesten, mert ez nem attól függ, hogy ki honnan jött, és melyik országról. Tehát egy csomó nagyon, nagyon fantasztikus, jófej művészünk van Erdélyből, aki egyébként nem politizál, vagy nem, van is, aki politizál, és egyébként tök ellenzék, és nagyon nem szerintem, hogy a Fidesz csinál, stb. Szóval az erdélyizést az tök jó lenne, hogyha meg lehetne úszni. Mivel vannak sajnos olyan
nyilatkozatok, például pont Demeter Szilárdtól, vagy a Vidnyánszky Attila is viselkedik, stb., hogy ilyen nagyon megfelelnek ezeknek a sztereotípiáknak, negatív sztereotípiáknak, és még rá is erősítenek sajnos erre, ezért szerintem az ő felelősségük tök nagy, és ezért, már csak ezért se kéne csinálni, hogy tényleg ne legyen ez a... Ne érezze senki már úgy, hogy valaki azért bunkom el Erdélyi, mert ez nyilván nem így igen, van. Igen. Annyira rossz, amikor egyébként nekem tök fontos értékeket használnak ócska, piti, szar bűnöknek a leplezésére. Tehát amikor piros-fehér-zöldet, meg mondjuk keresztet, vagy nem tudom, kinek mi tud fontos lenni, de azért mégiscsak sok ember számára nagyon fontos szimbólumokat, hogy azokban bugyolálnak egészen elképesztő adriai kefélő partikat is például, tehát hogy meg mindent szabad, hogy az tök rossz látni, de hát hogy most mi a francot tud csinálni az ember, én mondjuk olyan publicisztikában nem is nagyon szoktam megírni, mert nem nagyon írunk a válaszolmánynak publicisztikát, csak tök ritkán, nagyon-nagyon ritkán. Kellemetlen. És szerinted egyébként ebben a folyamatban, mert még ez volt a másik, ami eszembe jutott, hogy azért ezek az intézmények, mondjuk én egyikbe se látok bele pontosan meg élesen, tehát most ne úgy vedd, amit mondok, hogy hú, de nagyon képbe vagyok, csak a benyomásomat mondom inkább, hogy például kívülről nézve a színművészeti azért nem tűnik egy erős intézménynek. Én nem jártam oda, voltam felvételizni színészakon, szerencsére kirúgtam, borzasztó. Miért örülsz neki? Miért örülsz neki, hogy kirúgtak? Hát mert nem voltam jó. Ja, nem akkor jó. És igazából azért jártam oda színészekre felvételizni, mert filmezni akartam, de nem tudtam, hogy hogy lehetne vidékről érkezve ehhez hozzáférni. Tehát ez nagyon jó érték, hogy ők eltanácsoltak engem, de azért így egy párszor így beleláttam a dolgokba, és azt láttam, hogy azért ott nem működnek jól a dolgok. És ugye mindenki, aki oda jár, az nagyon boldog, és nagyon szereti az intézményt, és remek közösség van, és remek buli. És egyébként nagyon jó fejemberek járnak oda, de azért látsz egy nagyon súlyos nepotizmust az intézményen belül, ami szerint több, mint feltűnő, hiszen másod-harmad generációs színész-rendező családok jutnak, bekerülnek ki olyan években, amikor mondjuk 6 hely van államilag finanszírozva, és mondjuk 900-on felvételiznek, akkor szerintem a nagy számok törvény alapján ez nem biztos, hogy elfogulatlan volt ez a rendszer. És van bennem egy ilyen érzés, hogy ezek az intézmények most azért darálódnak be, úgymond, mert ők maguk sincsenek annyira erősen a helyzet magaslatán, érted? Tehát, hogy... én nem látok ennyire bele a színművészetének a napi életébe, de azt látom, hogy kik állnak ki a színművészeti mellett, és amellett, vagy az ellen a gyakorlat ellen, amelyet most a kormány hirtelen döntéssel, ugye ilyen kuratóriumot felállítva, gyakorlatilag a Vidnyánszky Attila alárendelte a színművészetit is. Gyakorlatilag mindenki tiltakozik ez ellen, az ellen, hogy néhány ilyen olajkereskedő, meg egy színész, meg egy rendezőnek a döntésétől függjön az, hogy mi lesz az egyetem jövője. Ennyien véletlenül azért nem állnának ki, hogyha ez nem. Én nem tudom, hogy akárhanyadik generációs figuráknak miért ne lenne szabad bekerülniük. Sajnos az élet nem igazságos, és az úgy szokott lenni, hogy akinek már az apja, meg a nagyapja, meg az ükapja is ügyvéd volt, és ő véletlenül ügyvédnek fog menni, és véletlenül tök jó ügyvéd lesz, mert egyszerűen azt szívta magába a gyerekkorától, aki orvos, az ugyanígy. Vannak orvosdinasztiák, fogorvosdinasztiák, ügyvéddinasztiák, és basszus, hogyha vannak színészdinasztiák, akkor vannak, ez érthető. Valószínűleg ott nőtt föl a színházba a gyerek, mert vitték magukkal, amikor nem tudtak azért pesztrát találni hozzá, stb. Ez szerintem nem feltétlenül kell, hogy nepotizmus legyen. Lehet, hogy tényleg barom jó volt, és azért volt barom jó, mert olyat kapott otthonról, amit a másik nem kapott. Szóval az élet az ilyen. Igen, az ez is benne van. Ez is benne van, csak szerintem ez sem kizárólagosan van benne. De nyilván, hát abszolút, és egyébként, hogyha valamit... javítani kell Rudolf Pétert én például nagyon-nagyon szeretem, nagyon korrekt embernek tartom, és nagyon, nagyon egyenesek a mondatai is, miközben sosem ilyen harcos, ilyen provokatív baromságokkal nem áll elő. Ő azt mondta, hogy kikéri magának ezt a fajta átalakítást, tényleg párbeszédre van szükség, ez nem az,
De tényleg egy csomó gondon, amit te is mondtál, ő is megemlítette ezeket, hogy azért az oktatással vannak problémák a színművészetén, azokat meg kell oldani, de a megoldás az nem lehet az, hogy oda megyek, és semmit nem fogadok el abból, amit az egyetem vezetése javasol, de semmit, az ég egyet a világon, majd oda teszem Vidnyánszky Attilát, aki az elmúlt években más se csinált, csak orba szájba fikázta a színművészetét, mint a mocskos liberálisoknak a tenyésztőhelyét és a stb. Az egészen alpári és olyan stílusban, ami mondom, kocsmába tök belefér, de egy nemzeti színház igazgatójától, tehát hogy könyörgöm, adjunk már magunkra egy picit. Olyan jó lenne, de nem. Tehát ő ezt csinált az elmúlt másfél évben, vagy kettőben, vagy nem tudom mennyiben, már nem emlékszem, mikor kezdte a színművészeti gyalázását a Vidnyánszky. Egy ilyen csávót megtesznek kuratóriumi elnöknek, és nem fogadnak el egyetlen javaslatot sem, hogy ki legyen a kuratóriumban, egyet sem. Az olyan nyilvánvaló üzenet, annyira egyértelmű, hogy annyit üzenek, hogy bekapjátok, az lesz, amit akarunk. Cumi. Ez teljesen nyilvánvaló volt. Én nekem ebben a különösen nagy ebben az egész dologban az a színművészetét illetően, hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak régóta, amit tudom én tényleg Zsámbéki széke is, hát most ugye fölmondanak 41 éve ott dolgozik, nem tudom. Szóval ezek az emberek, ezek már nagyon nagy hatalmú és nagyon okos és nagyon művelt emberek. És 10 éve pusztít a Fidesz, és nekem az fáj, hogy 10 évig nem álltak oda ügyek mellé pont ezek a nagy hatalmú és okos és művelt emberek, hanem egészen... De milyen, nincs nekik hatalmuk, miféle hatalmuk van? Hát ezek egyetemi tanárok, nyugdíjasok kapnak nyugdíjat. A műveltség nem hatalom. Baromira nem hatalom a műveltség. Egyáltalán nem az. Nagyon nagy tévedés. Dr. KHG-t ajánlanám akkor, ugye? Na mondjad akkor. Hát az, hogy érted, a hatalom az, hogy ott van a kezében a kis katonának a pisztoly, és hiába kérdezgeti a német katonát, ugye dr. KHG, hogy akkor mégis olvast-e Schillert, meg azt mondja, hogy nem, és lepuffantja. Tehát, hogy tök mindegy, hogy te mennyire vagy művelt, a műveltség az önmagában nem hatalom. Az információ az hatalom, és az információnak, hogy azt hogyan tudod használni, azt használhatod úgy, hogy a... hat keletkezzen, hogyha ez az, hogy a közvéleményt, hogyha alakítani tudod, akkor ez nem válhat hatalom, már szerinted? Egy olyan helyzetben, amikor a választási rendszer ilyen, mint Magyarországon, és bőven elég az a 2,8 millió ember, az bőven elég egy kétharmadhoz, és a következő választáson is elég lesz, véletőleg. Nem, ezeknek az embereknek van, hogy mondjam, egy szűk elitre nagyjából van hatása, de azért azt azért mondjuk hatalomnak, vagy főleg politikai hatalomnak nevezni, az nagyon-nagyon nagy aránytévesztés lenne, szerintem. Mm. Azt még megkérdezem, mert az engem mindig izgatott veled kapcsolatba, hogy a Stumpf István az neked rokonod? Nem tudok rá egyszerű választ adni. Úgy, ahogy te kérdezed, amit én sejtek a kérdésed mögött, úgy nem. Tehát általában azt szokták kérdezni, hogy figyelj, neked a Stumpf az apád? Ez a legjobb kérdés a világon, mert nyilván Stumpf az apám, basszus, hát ha egyszer engem Stumpfnak hívnak, akkor véhetek az apámat is Stumpfnak hívják, de hogy ezt jó sokszor megkaptam, én a Stumpf Istvánt úgy ismertem meg, akkor ő nem is tudom mi volt, már nem volt miniszter, mert már nem volt Fidesz kormány, hogy én 25 éves voltam, de 2005-ben történt véletőleg, hogy én elmentem hozzá interjút készíteni vele. Mint az egyik ilyen jobboldali befolyásos figurával, és interjúztunk. Tehát én akkor találkoztam vele személyesen először, kezet fogtunk, bemutatkoztunk, stb. Most az, akivel 25 évesen találkozol ilyen körülmények között először, arra úgy nem nagyon mondanád, hogy rokonod, ugye? Aha. Tehát, hogy az nem az a szint, de közben meg valójában igen, mert utána meg is beszéltük, hogy ez a család, a Stumpf család, az Herzegkútra az 1700-as években érkezett, egy darab Johannes Stumpf nevű fickó érkezett akkor Herzegkútra, és gyakorlatilag mindannak az 1761-ben Herzegkútra érkezett Johannes Stumpfnak a leszármazottai vagyunk, tehát hogy ilyen szempontból van valami vérrokonság közöttünk, de hát olyan távoli, hogy... Hát biztos, mert azért ez egy nagyon ritka név szerintem, vagy nekem nagyon ritkán, nem hallottam, még kettőtöket hallottam csak Magyarországról. Hát igen, meg aztán vannak utána Istvánnak a gyerekei, szinkronúzásban, mindenben kitüntették magukat, vagy például remek jó külpolitikai érzékkel megáldott a Stumpf Anna, az egyik lánya az Istvánnak, aki egy nagyon, nagyon, nagyon okos nő, és Washingtonban él, stb. Szóval azért vannak, de hát ők meg a Stumpf Istvánnak a
gyerekei, meg van egy Stumpf András nevű fia egyébként a Stumpf Istvánnak, tehát neki, neki van egy Stumpf András nevű fia, aha, ő nálam jóval fiatalabb, 8 évvel, 10-zel, nem tudom mennyivel, és ő profi pókerjátékos, tehát hogy ő neki nincsen köze a néha próbál meg helyette bemenni ilyen, Írogattunk egymásra, hogy hogyan cseszük tönkre egymás életét, anélkül, hogy szeretnénk, hogy bármilyen célunk lenne, mert ugye engem egyfolytában azt gondolják, hogy az ő apja az én apám, és akkor ez van, hogy biztos, hogy Stumpf Istvánnak a fia vagyok. Ő neki meg egyfolytában érkeznek az üzenetek, hogy fú, ez a cikked, ez jó volt, vagy szar volt, vagy nem is, nincs is igazad meg, és neki meg magyarázkodni kell, hogy én nem írok cikkeket. Tehát, én pókerjátékos vagyok. Úgyhogy ez vicces azért, igen. És ez a Johannes Stumpf, ez ilyen Németországból betelepült, ilyen mező, vagy farmer, hogy mondják ezt? Abszolút ez volt, hogy a 1750-es években volt az, hogy ilyen irgalmatlan éhínség volt a mai Baden-Württemberg környékén, és az a herceg, aki azt a területet birtokolta, az a herceg Magyarországon is birtokolt egy területet, Zemplénben, és akkor kitalálta, hogy lehet menni, szépen el kell menni a Dunáig, ott hajóra ülni, stb., és akkor utána eljutni oda Zemplénbe, ott nincsen semmi, nincsenek falvak, hanem nagy erdőség volt, minden, azt ki kell írtani az erdőt, fel kell építeni házakat, stb., de akkor az államnak, nem tudom, 12 évig, a hercegnek 6 évig, vagy fordítva nem kell adót fizetni, és el lehet kezdeni gazdálkodni. És azok, akik ott tényleg nagyon rossz, akkor nagyon rossz gazdasági helyzet volt azokon a német vidékeken, tényleg elkocsisztak, aztán hajóra szálltak, és átjöttek Magyarországra, Zemplénbe, kiirtották az erdőt, felépítették a házakat, stb., és elkezdtek gazdálkodni. Megtarthatták teljes egészében a német nyelvű közigazgatásukat, teljes egészében a bíráskodás, minden megvolt, német természetesen német nyelvű vallási szertartások is adottak voltak, és egészen az 1900-as évek elejéig Trautzendorfnak hívtak egyébként hercegkútot, és amikor még a nagymamám született ott, ő még ott született, 1916-ban, akkor még senki nem beszélt magyarul gyakorlatilag hercegkúton. Tehát a nagymamámnak az anyanyelve az még a német volt, és őt az általános iskolában viszont már akkor az volt, hogy aki magyar kenyeret eszik, az magyarul is beszél, tehát, hogy, és akkor ott az általános iskolában tanulták meg a magyart. Tehát igen, így történt. És ez most ebből nekem adódik a következő kérdés, hogy így, tudod, az is sokszor téma, hogy most akkor ki magyar, meg ki nem magyar, meg tisztázzuk már ezt. Persze. A magyar dolgot. És nekem az a meggyőződésem, hogy mi azért így elég komolyan keverék vagyunk, így unblock ebben ezen a területen. És az én családom egyébként, az én vezetéknevem nyer ki, nekünk nincsen komoly családfánk, csak annyit tudok, hogy a nagyszüleim Újvidékre jöttek Szerbiából, és aztán Nagykanizsán éltek, és egyébként a nevem is, hogy vezetéknevünk az egy török falu nyer ki, és akkor abból származik végül is a nyer ki család. Hogy akkor most honnan kezdődik a magyarság, tudod? Tehát, hogy honnan határozod meg magad? Ez szerintem azért, de ez nem ugyanolyan, ez se olyan, hogy most akkor éjszaka van, vagy nappal. Tehát, hogy, hogy a magyarsághoz nagyon sokféle módon lehet kötődni, és nagyon sokféle módon lehetsz magyar. Nem az van, hogy csak az a magyar, aki ilyen, és akkor, mert akkor nem lennének magyarok. Tehát, hogy alig valakire tudnánk rámondani. Nyilvánvalóan nem genetikai dolog, de lehet úgy is, tehát, hogyha valaki tényleg van egy ilyen ősi, nemesi családja, mondjuk ott akkor nyilván volt egy csomó mindenféle népből beházasodás, mert általában az arisztokraták ugye úgy házasodtak, hogy a bécsi udvarról, stb. Akkor meg ott az van, de hogy mondjuk lesz nagyon büszke arra, hogy vissza tud vezetni a családfeladat, vagy nagyon-nagyon nagy Y-val a neved végén, és a többi is erre. Tényleg mondjuk nagyon jó, szép dolgokat vittek véghez az őseid, és mondjuk a magyar nemzetért tettek egy csomó mindent, akkor lehet egy ilyen származási alapú magyarságod is, így is lehetsz magyar, tehát lehet ez a legfontosabb eleme. Nagyon adja magát az, hogy magyarul beszélsz, tehát a nyelv. Az a nyelv, ami tök mindegy, hogy igazából melyik ősöd, milyen területre jött, de te konkrétan az anyanyelvetként kaptál, és tök különleges nyelv, ami... Ezt nem kell túlmagyarázni, tehát az, hogy... De nem kell feltétlenül, hogy akár tudjál magyarul. Mert ott volt egy Liszt Ferenc, aki meg
konkrétan a magyar szabadság gondolat miatt lett szerelmes a magyar népbe, és tartottam magát magyarnak, mert nyilván származási alapon, de például pont nem, pont, magyarul pont éppen nem beszélt. Próbált néha szerencsétlen venni ilyen magyar órákat, egyébként tényleg azt mondom, hogy próbálkozott a liszt azzal, hogy megtanulja a mi gyönyörű nyelvünket, feladta a francba, tehát nyilván azt mondta, hogy ez lehetetlen, tehát ez annyira bonyolult, hogy ez nem fog működni. Tehát, hogy nem is feltétlenül kell ahhoz magyarul beszélni, hogy egyébként magyarnak tartsad magad. Hogyha úgy érzed, hogy magyar vagy, akkor magyar vagy, ez ilyen baromi egyszerű. Sokféle módon lehet kötődni ehhez a nemzethez. Puskás jó példa erre különben, hogy ugye őnek is eredeti neve Purcelt Ferenc, de az aranycsapatnak egy nagyon sok, nem tudom, Budai kettő, Bendarik, Grosics, Loránd, Lipovics, Lantos, Lendenmájer, na mindegy. Most nem vitathatjuk el egymást, ezt a magyarság dolgot azért olyan könnyen, nem? Hát egyáltalán nem, elvitatni másért, ez mondjuk tényleg annyira szomorú, hogy miközben egyébként egy csomó jó dolog történt, például az, annak én nagyon örültem, és ezt tök támogattam a mai napig úgy ők vele, hogy az, hogy megkapták a kettős állampolgárság lehetőségét a külhoni magyarok, az szerintem egy olyan történelmi igazságtalanságot, ha helyre nem is billenti, de billentett azért jó irányba, ami egyszerűen tök jó, hogy ez például megtörtént. Az viszont tök rossz, hogy mindeközben elindult tényleg egy ilyen magyarságverseny, hogy ki a magyarabb, ami tök nonsens, de hogy a teljesítmény, az igen, de az meg nem magyarság teljesítmény, legtöbbször nem emberi teljesítmény. Elvárni a másiktól, hogy akkor az a magyar, az a székely, aki a nélküledre föláll a stadionban, és akkor a nélküledet énekli, nem tudom, ismeritek ezt a hatát, ezt a nélküledet, az a magyar, aki meg nem áll föl a nélküledre, mert neki nem jelent semmit, az meg egy rohadt hazáról, mert az nem is magyar. Ezekkel tényleg baromi nehéz mit kezdeni, miközben azért azt tegyük hozzá, hogy én azért az empátia híve vagyok, tehát miközben nekem például személy szerint a nélküled az nem jelent semmit, tehát nekem az a dal nem különösebben tetszik, nem olyan borzalmasan rossz, de nem az én ízlésvilágom. Eközben azokat, akiknek ez tetszik, azért lenézni, mert nekik az tetszik, és azt mondani, hogy azok hülyék, meg ízléstelenek, meg a gicset imádják, és ilyen magaslóról tekinteni rájuk, az meg megint egy rettentő ellenszenves hozzáállás. Tehát hogy az, hogy összehoz bármilyen dal, összehoz egy csomó embert, és azoknak megdobban a szíve, és érzelmek váltódnak ki bennük, az igazából alapvetően abban nincs semmi rossz, hogyha azok mondjuk nem arra buzdítanak, hogy legyilkoljanak más embereket, vagy valami rosszra, már pedig itt nem ez a helyzet, akkor az abban alapvetően semmi rossz nincs, és nagyon nem helyes tényleg az sem, ami a magyar kultúrharcnak az alapja, hogy mindenki olyan borzalmasan lenézi a másikat, az egyik az azért, mert az egy hazaváruló rohadék, az egy senkiházi, az nem is ember, mert nem áll fel a nélküledre, az egy rohadt mocskos, nem tudom, nemzetközi zsidó, vagy nem tudom micsoda. Most és éppen. Akkor, és akkor ilyen karikatúrát is csinálnak róla, ugye a Miklósi Gáborról, aki ezt az Index cikket írta, hogy ő nem állt föl és ezzel kérkedett végül is egy kicsit azért abban a cikkben. Ilyen karikatúrák jelentek meg, ami totálisan nonsens. De közben a másik oldal meg az szokta ezt csinálni. Most már jó, tehát sokkal kevesebb erőforrással, meg minden persze, de a szellemi hozzáállás azért az szokott lenni, hogy na, itt van ez a csőcselék, ez a csűrhe, ezek a műveletlen parasztok, azt akkor nekik ezért tetszik ez a nélküled, na hát ezekből se lesz soha európai demokratikus fényes nemzet. Tehát hogy ez meg a liberális hozzáállás szokott azért lenni, ami meg megint egy teljes nonsens, tehát hogy ne pont erre céloztam, én visszacsatolok, hogy pont erre céloztam egyébként a színművészeti kapcsán, hogy ott azért volt ilyen szerintem, voltak ilyen típusú belső gondok, amiket egy kicsit korábban, ha megjavítanak, és egy picit hamarabb ők belül elindítanak egy párbeszédet, akkor lehet, hogy saját életemben tapasztaltam ilyet. Én az AKG-ba jártam, Alternatív Közgazdasági Gimnáziumot, az a Horn Györgynek a sulia, a Horn Gábor testvére Horn György, egy nagyon jó tanár, és egy tök jó sulit csinált, az első alapítványi igen, iskolát. Igen, az egy menő suli. Az egy tök jó suli, hát most már nagyon régóta fizetős, mikor oda jártam, akkor még nem ilyen tandíjas suli volt, tehát bejuthatott a pornép is. És ott tényleg megvolt ez a fajta, ilyen tényleg ez a budapesti liberális szemlélet, ennek minden nagyon-nagyon nagy pozitívumával egyébként, mert elképesztő pozitívumai voltak, meg azért bizony azzal is, hogy ezzel a
ezzel a mentalitással, hogy, hogy tényleg jön a csűrhe, meg hogy félni kell attól, hogy akkor jönnek a nácik, és akkor ez úgy megvolt nem mindenkiben, de azért létezett egy ilyen hangulat. Szerencsére az AKG az érdekes volt pont azért, mert nagyon sokféle ember találkozott, sokféle háttérrel, mármint sokféle gyerek is, meg tanárok is, és ezért soha nem volt ilyen birkaszerűen egy adott irány, meg például ezeket meg lehetett ott beszélni. Tehát problematizálni lehetett azt, mikor ilyesmit tapasztaltunk, mi, akik nem jöttünk a polgári szalonokból, nem tudom, Újlipóciából, hogy azért ez milyen fura, hogy gondolkodnak emberek így származási alapon akár a másikról, és ez nagy liberálisként, és hogy akkor ez hogy van, de ezeket meg lehetett ott például beszélni értelmesen, és tudtunk jutni aztán valamire, és ez például baromi jó volt, de hogy mondom, ezeket a dolgokat tapasztaltam, aztán meg elmentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahol pedig a közhangulat, főleg egy csomó egyházi gimiből jött, és srác, akik az meg tényleg ezek a liberális nemzetvesztők, tehát ők meg ebbe voltak benne. Amennyire mondjuk az AKG-ban érezhető volt ez az ilyen liberális szemlélet ennek minden előnyével és egy-két hátrányával, ugyanezt tudom elmondani a Pázmányról, hogy ott pedig ez a fajta ilyen nemzeti keresztény konzervatív szemlélet csak pont annyira volt érezhető, mondom, mint az AKG-ben. Ennek minden nagyon pozitív elemével egyébként egy rengeteg pozitívuma van, amit én ott tapasztaltam meg, hogy például nem csak úgy lehet ránézni a történelemre, hogy az egy gazdaságtörténet, és akkor hogy meghatározza a szántás meg a vetés, és akkor ebből következik minden, hanem bizony van szellemtörténeti iránya is a történelemnek. Egyszerűen az emberi gondolat az úgy burjánzik, és elkezd aztán valahova bejutni, és aztán változást idéz elő. Ez például tök jó volt, hogy a Pázmánynak az ellenkező irányú megközelítése világította meg számomra. Tehát van egy csomó pozitív, de bizony, ott meg azért inkább az volt, hogy igen, hogy egy ilyen jobbos, nemzeti, keresztény identitású közeg, sok-sok szeretettel, meg ilyesmivel, de azért alapvetően engem ott az első években a mi kis vörösünknek hívtak, meg a mi kis libingnek, meg ezért, mert nem feltétlenül voltam mondjuk akkor a Jörg Haider volt ugye a téma a nemzetközi, meg az osztrák politikában, és én nem voltam egy haiderista, és ott egy csomóan meg igen, és akkor így ez volt. Tehát, hogy míg az AKG-ban én voltam a mi kis nemzetink. Éppen ezért, mivel ráláttam évekig mind a két csoportra, ezért azt hiszem, hogy másoknál talán, akiknek ez a lehetőségük nem adott, vagy nem így alakult az életük, hogy éveket töltsenek el egy ilyen liberális közegben, meg egy ilyen nemszkonz közegben. Én szerintem jobban értem a lelki mozgatórugóit mindkettőnek. Tehát azt is, hogy az miért alakul ki, hogy az ő családjában mik történt ezekkel az emberekkel, mind az AKG-sokkal, hát sajnos be kell valljam, már akkor is kosmáztunk, 16-7 évesen is, ugye? Az egyetemen majd nyilvánvalóan. Sokat kocsmáztam, és elmesélték a családjuknak a történetét, stb. Tehát nekem azért összeállt az, hogy miből jönnek ezek a prekoncepciók a másikokkal szemben, azzal a szektával szemben, aki nem a mi szektánk. És ezek tök érthetőek, egy csomó helyzetben viszont nagyon értelmetlenek. Tehát, hogy persze az emberi lélek az nem racionális, tehát, hogy abszolút nem úgy dönt, hogy ez van-e értelme ennek az utálatomnak, vagy nincs, hanem utálok és kész. Tehát, hogy ez így szokott zajlani, de hogy miért utálok, és hogy miért alakult ki bennem, az tök érdekes, és igazából vicces vagy tragikus, éppen milyen hangulatban vagyok, úgy szoktam megítélni, hogy egy csomó értékes figura nem talált egymáshoz utat, mert hogy megvoltak ezek az alapvető dolgok, egyébként mindkét irányból. Van ebből a megosztottságból szerinted ilyen kivezető út, vagy így a közeli jövőben így elképzelhető, hogy mondjuk kevésbé lesz legalább ennyire megosztott mondjuk a társadalom Magyarországon? Vagy ez alulról nem jöhet, csak ha a politika is úgy akarja, mert ő csinálja most a megosztást, úgy tűnik. Hát a politikának nyilván alapvető érdeke a megosztás, és nem csak a fideszes politikának, hanem minden politikának, hiszen pártokat kell működtetniük, és szavazatokat szerezniük, tehát kell az ellenség kép, és ez nyilvánvalóan érdekük. Én azt látom, hogy egyébként nyilván ezt most úgy fogják magyarázni, akik mondjuk nézik, és mondjuk nagyon utálják az én fejemet, hogy na, persze ez azért van, mert most már a stumpf az átállt a libikhez, meg a balosokhoz, és akkor ez csak ezért történik, hogy amit most mondani fogok, tehát azt mondom, hogy én azt tapasztalom azért, hogy például szakmailag, újságíró berkekben azért az elmúlt időszakban tényleg elvált a szaramálytól. Tehát, hogy az, hogy ki gondolja azt, hogy ő
azért mostanra már kb. Eldöntötték az emberek, hogy ők a kormánynak szeretnek dolgozni, és propagandát szeretnének tolni, vagy soft propagandát, vagy hardcore propagandát, de alapvetően azon a pályán mozognak, vagy pedig újságírást szeretnének művelni, és próbálnak eszközöket találni, és alapítanak mondjuk Válasz Online-t, vagy ilyesmit, vagy gyűjtenek, vagy tehát valamit megoldanak. Ez azért mostanra szerintem így látszik, és ettől függetlenül nem tűntek el azok a világnézeti különbségek, bizonyos kérdésekről, ilyen közéleti kérdésekről az egyetlenértés, mondjuk a sajton belül sem, amelyek korábban megvoltak, de közben viszont az az alapérték, hogy mondjuk a totalitást nem szereted, nem szereted azt, hogyha valaki totális hatalomra tör, legyen az Gyurcsány Ferenc, vagy Orbán Viktor, vagy bárki, ez mondjuk azért így elég jó alap a szakmai párbeszédre. Aha. Most tehát én azt látom, hogy én inkább ugye tényleg a konzervatív szabadelvű irányt tartom magaménak, de mondjuk vannak ilyen nagyon, nagyon progresszivista, amit Magyarországon kevesen, világszerte pedig tényleg vezető pozícióban, újságírók, gondolkodók, elemzők, stb. Most ők... velük is tudok teljesen normálisan beszélni, meg vitatkozni, meg minden, mert azért az az alap megvan bennük is általában, hogy nem szeretnének valamiféle ilyen... Van egy ilyen közös érték. Diktatúrát. Aha, igen, tehát valamilyen érték alap úgy észrevétlenül létrejött, vagy hát a valóság egyszerűen mindenkit arra kényszerített, hogy döntsön, hogy átgondoljon dolgokat, és döntsön, hogy akkor hova áll. Tehát, hogy ilyen érték alapon hova áll, és más érték alapokon meg különbözünk, de ez így jól is van, tehát, hogy én aztán baromira nem fogom, tehát nem lenne értelme a polgári demokráciának, a versengő pártoknak, a versengő gondolatoknak, hogyha azt gondolnánk, hogy mindenkinek ugyanazt kell gondolni, és így egymás nyakába kell borulni, és csak egy lehetséges út van, a nagyon progresszív liberális út, vagy pedig a nem tudom milyen konzi út, tehát nyilván több út lehetséges, azért szuper ez a fajta rendszer, ha majd meglátjuk, hogy meddig fog tartani, mert ugye semmi sem örök. Azért jó a polgári demokrácia, meg a többpártrendszer, meg az ilyesmi, meg a véleményszabadság, hogy ezek vitában tudjanak ütközni, és el kelljen nyerni embereknek a támogatását ahhoz, hogy abból programok és megvalósulás is legyen. Tehát ez az kell, hogy ne értsünk egyet. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne értsünk egyet, csak alapkérdésekben viszont muszáj egyet értenünk, tehát az alkotmányosságban. Az alkotmányosságban, tehát abban, hogy a törvények azok fontosak, azok ugyanúgy vonatkozzanak mindenkire, függetlenül attól, hogy a Mészáros Lőrinc gyereke vagy az enyém, és ez ma nem így van Magyarországon, mert tehát, hogy a teljesítménynek legyen valamiféle megbecsültsége, hogy ne a nepotizmus és a kapcsolatrendszerek, és ez egyébként a színművészetére ugyanúgy igaz, hogyha ott volt ilyen, mondjuk tényleg nem értek hozzá ennyire mélységében, de hogy ne a nepotizmus határozza meg, hanem a rátermettség határozza meg, hogy valaki pozícióba kerül, vagy sem. Ezek a dolgok szerintem tök fontosak, és hogy végezd el tisztességesen a dolgodat meg a szakmádat, ne lopjál például meg ilyenek. Ez talán azért is történhetett meg velünk, mert mi magunk így ámblok, így a magyar közösség így nem tudja ezt. Nem teljesen tudja ezt szerintem, hogy így kéne, hogy legyen. Tehát, hogy például nekem tök érdekes élmény volt, én 2015-ben költöztem ki Angliába, és utána volt a Brexit. És akkor pont aznap egy kocsmában ültünk, én akkor még nem nagyon foglalkoztam az angol dolgokkal, nemrég voltam ott, és akkor egy kocsmában ültünk, és ment a szavazás, és akkor kijött, hogy ugye, hogy akkor izé van, akkor exit van, és akkor leave, és elkezdtek sírni az emberek a pultnál. Aha. Mondom, hogy mi történt? És akkor, hogy bazd meg, hogy úristen, hogy azt szavazták, hogy Jézusom, hogy mi van, és teljesen, és hogy tudod, ezek a pábos izé, nagy pocakos angol csalók, így elkezdtek így sírni, meg így ölelgetni egymást, meg nem tudom, évfél van, vagy 11, amikor lezárták a számolást, szerintem tök totál gáz volt az egész. És utána ugye két évig zajlott ez a húzavona, és akkor bárhova mentél, érdekes volt nekem azt látni, hogy az emberek továbbra is beszélnek egymással, és nem, tehát iszonyú feszültséget keltett ez náluk, ami egy jóléti állam, és ott szeretik a nyugalmat, meg ugye a kis polkorrek dolgokat, meg mit tudom én, ők nem szeretnek így vadul egymásnak esni, és tök érdekes volt rengeteg olyan helyzetben lenni, hogy igenis beszélnek egymással, igenis nem az van, hogy rohagy meg, tudom, most már csak ki,
nem ez van, mert te izé lévre szavaztál, vagy te maradni akarsz, hanem az van, hogy de miért, de mi történt, de mondd meg, hogy izé, és pont az, hogy nem az elzárkózás történt, hanem az, hogy beszélni akartak, és amikor volt az utolsó szavazás decemberben, hogy akkor még egyszer most már tényleg utoljára izé referendum és döntsük el, és akkor megszületett a döntés, és akkor kérdeztem embereket, hogy nyilván én is jobban örültem volna, hogyha ők maradnak az EU-ban, meg hát az én ismeretségi körömben, és akkor így kérdeztem, hogy de most mi lesz? Most ezt hogy fogjátok elfogadni? Most ezt hogy fogtok így élni? Most ezt hogy izé? És akkor így vonták a vállukat, hogy figyelj, ez a demokrácia, ez van, ez tök szar, de ez van, ezt akarta a másik csapat, most akkor így kell menni, ezzel kell menni, mindegy, akkor megoldjuk így, tök szar, de... És én akkor értettem meg így zsigerből és tapasztalatból, amikor én emlegetem azt, hogy ez a demokrácia, de akkor éltem át, és akkor tapasztaltam meg, hogy basszus, igen, ez az, amikor az van, hogy nem egyszer én erőszakolom rá a véleményemet a másikra, egyszer meg ő rám, hanem az van, hogy amikor történik a ráerőszakolás, akkor felkínálom azt a lehetőséget, hogy jó, akkor próbáljunk meg ezzel együtt élni. Akkor nem tetszik, de akkor találjunk ki valamit, hogy nekem is hogy tud ebben jó lenni. És ez nekem teljesen új volt, és szerintem nekünk, mint magyar állampolgárnak ez a tapasztalat tök hiányzik. Most az ilyen egyszerű emberekről beszélek, mint én magam, aki nem újságíró, nem, mit tudom én, dolgozik ebben a világban, hogy különösen ismeri ezeket a társadalmi rendszereket, vagy mit érted. De ez az is kell nyilván, hogy ne akarja eltörölni az egyik fél totálisan a másikat, hogy az angol rendszer maga, meg a berendezkedés olyan, hogy ott nem tudja. Tehát nem tud egy olyan fajta kétharmados hatalom így létrejönni, mint most a magyar választójogi rendszer szerint. Végülis létre tud jönni, de valamiért egyszer nem tudom, tényleg ez egy kulturális kérdés lehet. Szóval én annyira imádok angolokkal beszélgetni, mindig van még, mindig, mint hogyha mi meg lenne a világbirodalmuk, valami olyan nyugalom, valami olyan elképesztő, de tényleg, tehát olyan, hogy jó, oké, ez most lehet, hogy egy kicsit problémás, tehát túl leszünk rajta nyilvánvalóan, beszéljünk akkor az időjárásról, milyen szép esőt a napszal, hogy még mindig John O'Sullivan-nel beszélgetek, vagy akár a Nick Thorpe-al, vagy akár még az Adam Le Bourne-ral, vagy tehát olyanokkal, akik tényleg britek, én mindig olyan nyugodt vagyok utána, annyira azt látom, hogy jól van, alapvetően vicces kis hely ez a világ, olyan szórakoztató, hát igen, történnek benne ilyen tragikus események, de hát ez belejárója. Hát meg ez, hogy ugye nem kell ezeket annyira komolyan venni, mert mindig történik ilyenek, a történelem az megy tovább úgy is. Igen, meg a... Persze, meg olyan nagy bajunk nem eshet, azért mi mégiscsak brittek vagyunk, szóval nekünk mindig bennük van ez, hogy olyan óriási problémák azért csak nem lehet. Hát most majd akkor kereskedünk Indiával kicsit még jobban, és kevesebbet az EU-val, hát most akkor mi lesz? Igen, mert nálunk ugye az, hogy ki van kormányon, az tényleg egy csomó embernek ilyen élet, halál kérdés. Abszolút, abszolút. Hát, meg főleg úgy, hogy tényleg soha nem volt jellemző a magyar államra, és például ezt vártam volna én a Fidesztől, mert nem azért, mert beleképzeltem, hanem mert ezt mondták, hogy ők egy olyan országot akarnak majd, ahol a kicsi és közepes méretű magyar vállalkozásokat, helyi vállalkozásokat kell helyzetbe hozni, ahol a kis családi földbirtokokat és vállalkozásokat, mezőgazdasági vállalkozásokból kell majd arra kell építeni, az kell, hogy a gerince legyen a magyar mezőgazdaságnak. Ezeket ők mondták, ezek az ő szövegeik voltak. Hát az ő programjuk ott, Ángyán József volt az első mezőgazdasági államtitkár, meg egy földművelésügyi államtitkár ugye a Fidesz kormányban 2010 után. Ez mind olyan jel volt, amit én nagyon támogattam volna. Világéletemben utáltam azt, hogy a többek között ezért is vagyok, ugye bár jobb oldali vagy konzervatív, hogy az állam az túlterjeszkedjen a saját hatókörén, tehát hogy több dologba dumáljon bele, mint amennyi ez köze van. Például a gazdaságot, hogy az állam irányítsa Magyarországon. Nem, hogy csökkent volna a Fidesznek a regnálása óta az állam szerepe a gazdaságban, hanem sok baromi nagyot nőtt még ahhoz képest, ami korábban volt, és már se volt egészséges szint, hogy mindenről az állam dönt. De hát még azért... Akkor még... te most dühös vagy csalódos? Nem. Már csalódos vagy, meg dühös, mert sok idő eltelt nagyon. Tehát, hogy azért 10 év után is ez egy folyamat. Sokszor voltam csalódott, voltam néhányszor dühös is, amire mindig próbálok figyelni. Inkább több, mint kevesebb sikerrel szerencsére az, hogy ha dühös is vagyok, akkor az a szakmai munkámban ne érződjön. Tehát, hogy düböl ne írjak. Mert az lehet, hogy nagy kattintást hoz,
de én már nem akarok olyanba utazni. Tehát, hogy engem nem érdekel, de baromira örülök, hogyha a szerintem is jól sikerült cikken, vagy a kollégáimnak a cikken állunk a Válasz Online-nál jól megy, és mondjuk eljut több százezer emberhez. Ez csodálatos érzés. Nyilván azért csináljuk, szeretnénk fontos dolgokról írni, befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy rámutatni problémákra, szórakoztatni is, meg mindent. Tehát, hogy, és örülünk, ennyi hiúság nyilván van az újságíróban, azért nem költő vagy, aki a, mert az tud a, az tud a fióknak is írni, mert majd akkor 200 év múlva valaki megtalálja, és akkor tök jó, meg kijön a lelkéből. Azért mi közönségnek írunk, mi olvasóknak írunk, az újságírónak a hiúsága az, hogy elsőként tudja meg információt, és aztán sok emberrel tudja megosztani, és büszke lehessen magára, hogy ezt én túrtam ki, ez miattam van, és nélkülön ez nem lenne. Ez az újságírónak mindenképp megvan, tehát baromira fontos lelkileg, minden örülünk neki, hogyha nagyon sok emberhez jut el, de ezért nem kötünk olyan kompromisszumot, és én se kötök olyan kompromisszumot, hogy valami olyasmit csinálok, ami szerint egyébként helytelen, és én már helytelennek gondolom a kattintás, vadász, hergelő írás, amikor magát fölhergeli a publicista, és akkor utána kiokádja magából azért, és akkor fú, de jó, magáénak tudja érezni az olvasó, mert a saját dühét, a saját át tudja érezni, és fú, de jól megmondta, és ez, de ez már annyira rohadtul untat, hogy nagyon untat, úgyhogy ebben már nem... Hát amióta Válaszolmányt megcsináltuk, biztos, de már korábban se vettem ebben részt, mert ez igazából sehova se visz. Tehát, hogy ettől nem lesz az ember okosabb, nem csiszolja a gondolkodását, semmi emberhez méltó nincs benne. Tehát nincs benne emberhez méltó. Aha, igen. András, azt szerettük volna még kérni, hogy... Szoktunk ilyen programajánlót a nézőknek, hallgatóknak, mert mi is Spotify-ra töltjük fel ezeket az adásokat, hogy milyen zenét, vagy filmet, vagy könyvet láttál mostanában, vagy úgy tartasz általában ilyen ajánlatra méltónak. Bár most fog megjelenni a következő regénye, és ez az előző, ami pár hónapja, két hónapja jött ki, vagy valahogy így, H.I. Jánosnak most a címe, az nem ugrik be persze, pontosan hogy volt. Nézd meg, elnézést, hogy vagy bocs, hogy valami ilyesmi a címe, karanténnaplónak álcázott valami. Tényleg úgy van szerkesztve, hogy karanténnapló, egy egészen elképesztő mély, és egy olyan magántraumát írt meg a H.I. olyan zseniálisan, hogy az abszolút közérdekű, és semmi tocsogás, meg ilyen intim pistáskodás nincsen benne, hanem általános emberivé tudott tenni egy olyan dolgot, amiről nem is akart írni, és nem is talált hozzá eddig formát, hogy bármilyen módon megírhassa, most nem lövöm le a poént, és végül is a döbbenetes. H.I. Jánosnak igazából nagyjából minden munkáját tudom ajánlani. Ez volt a legutóbbi, mert ez jött ki legutóbb, amit olvastam, lenyűgöző, tehát tényleg mindenkinek ajánlom. Ő egyébként színdarabokat is írt, nem? Nem is akármilyeneket, igen, nem is akármilyeneket. Elképesztő. Még a Bárka színet csinált meg annak idején. Na mindegy, háj barom, jó, és most fog majd kijönni, azt még nem olvastam. Jövő héten, vagy már lehet, hogy a héten megjelent, nem tudom, de most a napokban valamikor meg fog jelenni a cégvezető, talán az a következő regényének a címe, ami pedig egy ilyen rendszerváltás környéki, akármi sztoriból indul majd, hogyha jól sejtem, vagy ha jól tudom, az is baromira érdekel. Tehát az is, amit még, hát az meg nem magyar, úgyhogy mi a francia kajáljak olyasmit, ami nem magyar, de magyarul most jelent meg a Flea-nek, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosának az önéletírása, ami azért különleges önéletírás, mert, és ezt kezdem elhinni most, hogy már ugye a negyedénél járok a könyvnek, hogy ez tényleg az írta, aki rá van írva, tehát ő maga. Általában ez ugye úgy szokott történni, hogy valakivel megiratják, majd ráírják a saját nevüket a nagy sztárok, mert de egyébként miért is tudnának írni? Ghostwriter. Általában ghostwriterekkel oldják meg. Itt annyira bénám van bizonyos szempontból megírva, hogy kezdem azt hinni, hogy ez tényleg a Flea írta, viszont annyira, hogy is mondjam, annyira kiműveletlen a szöveg, hogy, és nem a fordítás miatt, ami egyébként jó, bár van benne hibák, de alapvetően nem rossz, hogy olyan közel jön hozzád a fickó, amit viszont nem szoktál meg, mert hogyha egy ghostwriter írja, akkor az mégiscsak a... Én voltam már ilyen, bár szerencsére itt korrektebbül volt, Szörényi Leventének az önéletrajzát írtam meg egy kötetben, de ott fel vagyok tüntetve, tehát ott Szörényi Levente, Stump András, így ketten vagyunk feltüntetve, úgyhogy ő tök korrekt volt, de hogy általában az ember, aki írásra foglalkozik, az vannak előtte minták, hogy kell ezt csinálni, és na most ebben a Flea könyvben gyakorlatilag majdnem minden föl van rúgva ebből, de nagyon,
de nagyon közel jön a csávó éppen ezért, és hát érdekes az élet ez, szóval, hogy izgalmas. Jó, köszönjük szépen. Akkor ez volt a Szamárpa 19. és 20. adása. Köszönjük Stumpf Andrásnak, hogy velünk volt. És köszönöm a lehetőséget. Nagyon élveztük. És akkor Válasz Online, azt ajánljuk mindenkinek, támogassátok, ha tudjátok a Válasz Online. És az ajánlók leírását majd berakom a leírásba, és akkor feliratkozni, lájkolni, ilyesmi. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Minden jót! Sziasztok! Jó van, András, köszi szépen, ez tök jó volt. Jó van, akkor menjünk aludni, mert holnap interjúzom, aztán még meg kell innom még legalább egy sört, úgyhogy ha megbocsátok. Te azért nagyon komolyan tolod ezt a izét. Rengeteg. Az alkoholizmus? A magyarok előtt két út áll, ugye az egyik az alkoholizmus, a másik megjárhatatlan. Tehát, hogy kénytelen vagyok ezt. A kommunikációt, hogy egész nap emberekkel beszélgetsz, interjúzol, írsz, mit tudom én, interjút adsz. Az tök jó egyébként. Én szeretem ezt csinálni, az a helyzet. Tehát, hogyha nem szeretném, akkor már hamburger sütném. De... Nem fáraszt ki? Ezt akartam kérdezni én is, hogy bírod ezt a pörgést? Én szeretem ezt, igen. Igen, kifejezetten. Amikor tudom, hogy mi a... Figyeljetek, az tök jó, hogyha mint ti is képviselitek mondjuk nem magatokat, csak hanem ezt az adást is. Az, hogy van egy saját lapunk most tényleg a mi tulajdonunkban van. Nincsen semmi oligarha, nincsen semmi aki tulajdonos lenne, senkibe nem tud ugatni. De a sajátotnak vinni a hírét akár mondjuk így. Sose kell azt megkérdezni magamtól, hogy most... haverra, most ezt miért csinálom, mert pontosan tudom, hogy miért csinálom. És akkor, amikor tudatos vagy, és tudod, hogy mit miért csinálsz, akkor igazából jól érzed magad.